Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Vasast fogadják az NB1B nyitófordulójában szombaton a Kék Cápák. A válogatott Majoros Bencével is ütögethettek a nyírbátori fiatalok. Több mint 700-an vettek részt a nyíregyházi Extreme Trail Weekenden. Két győzelemmel kezdte a bajnokságot az U20-as nyíregyházi fiúk kézilabda csapat. A hétvégén rajtol a bajnokság a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában. A Hübner Nyíregyháza Abúság szombaton 17 órai kezdettel a Vasas Akadémia csapatát fogadja a Continental Arénában. Úgy gondolom, hogy bizakodóan várhatjuk a szezon kezdetet, hiszen lejátszottunk közel 7-8 edzőmérkőzést, minden olyan csapat ellen győztesen hagytuk el a parkettet, aki a saját csoportunkban szerepel, illetve azt gondolom, hogy a Sitko Ernő emléktornán sem vallottunk szégyent két első osztályú csapat ellen. Az látszik, hogy nagyon sokat jelent, hogy az első pillanattól már augusztus 1-től együtt készülünk, légióssal együtt, magyar játékosokkal együtt, és lassan két hónap után összekovácsolódik a csapat, tekintve, hogy két nehéz mérkőzéssel indul a szezon, biztos nem lesz könnyű. Viszont én nagyon bizakodó vagyok a csapat teljesítményét látván. Ilyenkor a bajnokság előtt szoktak kitűzni célokat, de igazán a bajnokság második felében dől majd el, hogy mely csapatok lesznek ott a rájátszásban, de gondolom, a Nyíregyháza alapból azon csapatok között van említve, akik az élmezőnybe vágynak. Bízom benne, hogy ott leszünk, de ahogy említetted, lépésről lépésre kell haladni. Első körben egy jó szezon rajt nagyon fontos, és stabilizálni a pozíciónkat az első helyek egyikén, majd a rájátszásnak a biztos elérése, és ott lépésről lépésre haladni. Látszik azt, hogy a Kaposvár nagyon erős lesz a budapesti csapatok közül, a Mavca, BKG, a Vasas mindig erős, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen 4-5 kiváló játékerőt képviselő csapat közül kell nekünk odaérni az első helyek egyikére. Az elmúlt szezonban voltak nagyon jó hangulatú meccsek köszönhetően a szurkolóknak, most mennyire számítottok rájuk? Bízom benne, hogy ők is nagyon várják már a szezon kezdetet, láttuk az érdeklődést a Sitko Ernő emléktornán, úgyhogy az átkapus mérkőzések után, illetve az edzőmérkőzések után most itt a show-nak az ideje. Szombaton egy kellemes időpontban azt gondolom, hogy tényleg, ha nem is teltház előtt, de sok néző előtt kezdhetjük el a szezont, és egy magabiztos győzelemre számítok, még hogyha nem is lesz egyszerű a Vasas ellen, hiszen mindig nagy csatákat vívunk, de nekünk meg kell védenünk a hazai pályánkat, és végre jól indítani a szezont. Amikor a felkészülés kezdetén beszélgettünk, azt mondtad, hogy nagyon sokat fogtuk dolgozni, eltelt azóta majdnem két hónap, beleraktátok azt a munkát, amit elterveztél? Hát szerintem igen, és nagyon sok munka végeztünk, most is megy a felkészülés első meccsen, ami szombaton lesz. Hát még mindig ott állunk, hogy a fiatal csapat. Fiatal csapatban nehéz mondani, mennyi munka kell, hogy ez minden jól működik. Optimista vagyok. Srácok azt a fiatalság próbálja, és ezt a sok munkát úgy venni, hogy ha a csapat jól szerepel bajnokságban, akkor neki egyéni fejlődés is ez látható lesz. Kosárlabdának sok szegmense van, néhánynak kell jól működni ahhoz, hogy megnyerni egy csapat egy meccset, a Nyíregyháza, mivel tudja majd megnyerni a meccseit. Alap dolgok, ha valaki fiatal, ez egyértelműen, hogy agresszív kell. Persze agresszívak vagyunk, modern kosárlabda alapokat vettünk, és nagyon sok futás, nagyon sok gyors játék opciók. Mindenki ez ugyanaz más irányába. Agresszívek voltunk, valahogy ez edző meccsek látható volt, hogy ebben valamilyen eredmény is van, még néhány dolog kell összeállni, szerintem jól lesz ez. A Vasas az első ellenfél hazai környezetben, ugye jól ismeri egymást a két csapat, volt tanítványod is dolgozik a Vasas szakmai stábjában, milyen meccsre számítasz? Nehéz, ez egy nagyon kellemetlen ellenfél. Kellemetlen ezért, mert ők halálkomoly készülnek a bajnokságra. Ők biztos egyik csapat, aki első kezd felkészülés. Ott minden van a terv alapján, ott nincs improvizáció, ők saját roster úgy csinálták, ahogy játékkoncepció mondta, igazolták néhány jó játékos, néhány is elment, de nagyjából kőkemény meccs várok, és ez nagyon fontos meccs.
a hosszú felkészülés után a hétvégén következik az első vizsga a Vasas elleni meccs. Ha visszatekintesz az elmúlt hetekre, mennyire vagy elégedett a elvégzett munkával? Így van, hát nyilván mindenki nagyon várta már ezt, hogy eljön a végre a nagy felvonás. Hosszú felkészülésen vagyunk túl, de szerintem nagyon eredményes volt, hiszen az összes B csoportos csapattal, akivel eddig játszottunk, minden meccsen győzni tudtunk, és úgy gondolom, hogy az A csoportos csapatok ellen is nagyon tisztességesen helyt állt a csapat, úgyhogy szerintem egy egész sikeres felkészülésen vagyunk túl, és már mindenki nagyon izgatottan várja a bajnoki rajtot. Mennyire rázódott össze a társaság, ugye nagyon sok az új ember, új a légiós, és azért ki kell alakulni egy hierarchiának a öltözőben is és a pályán is. Nyilván nagyon sok az játékos, de már többször mondtam, inkább fiatalabb játékosok alkotják a keretet, és ezáltal szerintem kevesebb az olyan egyéniség, akit be kéne törni, be kéne állítani a sorba, hisz mindenki úgy jött, hogy teszi a dolgát, és beállt a sorba egyből, úgyhogy ez a hierarchia viszonylag gyorsan kialakult, és abszolút nem volt semmilyen probléma, és egy nagyon jó hangulat. Mire számítasz a Vasas ellen? Azt lehet mondani, hogy jól ismeri egymást a két csapat. Hát igen, tavaly is azért elég sokszor játszottunk ellenük. Idén is már megmérkőztünk velük, nekik is voltak változtatásaik a keretben, de nagyjából ugyanazt a kosárlabdát játsszák, mint tavaly. Nyilván a héten most már jobban rá fogunk erre készülni, az edzőmeccs előtt még azért annyira nem készültünk belőlük, de úgy is sikerült elnök nyernünk. Nyilván ugyanazt a játékot kell végrehajtanunk, mint amit végrehajtottunk két héttel ezelőtt is elnök, és remélem, hogy hazai pályán tudunk egy jó győzelemmel indítani. A válogatott Majoros Bencével is ütögethettek azok, akik ellátogattak a nyírbátori Jase asszai tenisz népszerűsítő rendezvényére. Az eseményen mintegy 170 fiatal vett részt. Nem gondoltam, hogy ennyi gyerek érdeklődik az asztali tenisz iránt, de nagy örömömre szolgál, hogy kellemesen csalódtam, és azt láttam, hogy amikor meghirdettük ezt a programot, akkor több mint 170 gyerek jelentkezett erre. Úgyhogy két turnusba kell megcsinálni, mert egyszerre nem fér be ennyi gyerek a mieinkkel együtt a terembe, és így tudunk egy olyan szintű rendezvényt neki prezentálni, ami kellőképpen lehetőséget arra, hogy megszeressék ezt a sportágat. A pingpong azért Nyírbátorban évtizedek óta alapsportágnak számít, ez adja a vonzerőt, vagy még plusz hozzájárul az, hogy itt van Majoros Bence? Is. De nyilván, hogy a Majoros Bence nélkül ez a rendezvény nem lenne ilyen színvonalú, mert a válogatott szakmai igazgatójával, Harci Zsoltival, aki kiváló asztali tenisz játékos volt, és még a mai napig nagyon jól pingpongozik, azt gondolom, hogy olyan bemutatót tudtak tartani a gyerekeknek, akik kellőképpen ízelítőt kaptak abból, hogy milyen is az élvonalbeli asztali tenisz. És Majoros Bence, azért ne felejtsük elő, egy nyírbátori gyerek, itt nőtt fel közöttünk, itt lett az, aki, és kellőképpen reprezentálja a várost. Emellett még a többi edző és a többi vendég, aki itt részt vett ezen az eseményen, az mind emelte a színvonalát, és hát azt gondolom, hogy senki nem csalódik a két pontban. Volt idő, amikor a legmagasabb osztályban játszott a Nyírbátori Jase, most milyen szezonnak vágtok majd neki? Most jelen pillanatban MB2-es csapatban tudunk nevelni gyerekeket, és ez is a cél, hogy ezt a csoportot csináljuk meg, mert azok a gyerekek, akik most vannak nálunk, azok ebbe az osztályba kiválóan tudnak erősödni, és aztán, amikor eljutnak arra a szintre, hogy magasabb szintet igényel az ő játéktudásuk, akkor minden további nélkül megyünk fentebb, de mindig olyan osztályba játszunk, amelyikbe éppen aktuálisan tudunk nevelni. A U11-es ranglistán az első két helyezettje az nyírbátori gyerek, mi nyertük a magyar bajnokságot, a Budapest bajnokságot, az idényítót, és vélhetőleg még a többiek is ott vannak szorosan a nyomukba. Ez a legfiatalabb generáció most az, amire azt gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes a jövőt építeni, mert ezek nagyon komoly számottevő eredményekkel rendelkeznek már most is, és a tehetségek folytán azt gondoljuk, hogy a későbbiek folyamán meghatározóak lehettek a magyar asztali teniszbe. Ugye a
humán erőforrás az edzők, a gyerekek, a tárgyi feltételek, a terem, az asztal, a labda, az ütő mellett szükség van azért anyagi háttérre is, ahhoz, hogy megfelelő szinten tudjatok dolgozni, ez rendben van? Azt gondolom, hogy igen. Ha szűkösen is, és nagyon beosztóan, takarékosan gazdálkodunk, azért mindig végig tudjuk vinni az évet ilyen színvonalú szakmai munkával. Nyilván a pénzt lelkesedéssel, szakmai háttérrel próbáljuk meg kompenzálni, és hát nagyon meggondoljuk, hogy mire költünk, de az önkormányzat azt gondolom, hogy nagyon szépen segíti a sportágunkat, és ezúttal is köszönöm nekik. Azon kívül igyekszünk különböző pályázati forrásokból pénzhez jutni, valamint vállalkozások segítik a nyírbátori asztali teniszben az utánpótlást nevelő munkát. Azon vagyunk, hogy ez a jövőben is így legyen. Reményeink szerint, miután bekerültünk az országban a legjobb 10 utánpótlás műhely közé, és ígéret szerint 3 millió forinttal támogatnak bennünket minden évben, ez is jelentős segítség lehet abba, hogy még további lépéseket tegyünk a magasabb szint felé. A nyírbátori gyerekeknek, edzőknek és persze nekünk is mindig öröm, ha ide haza látunk. Neked milyen érzés most már egyre ritkábban hazajönni? Igen, nekem is mindig nagyon jó érzés hazajönni, pláne ilyenkor, amikor ennyi gyereket látok a klubban, ahol én is gyakorlatilag felnőttem. Igen, ahogy mondtad, én is azért ritkábban járok haza, hiszen Pesten élek, és ott edzem a válogatottal, és onnan utazok ki Franciaországba a csapatomhoz. De igen, nagyon nagy öröm számomra, amikor tényleg egy ilyen esemény során hazalátogatotok, és tényleg ennyi embert láthatok ebben a klubban. Az év első felét és a nyarat nézzük, milyen év van eddig mögötted? Elég nagy hullámvölgyekkel teli fél év van mögöttem, hiszen volt egy gerincsérvem a tavalyi év végén, aminek azért több hónap volt a felépülési ideje, de hála Istennek most már rendben vagyok, és tényleg egy picit sem érzem a sérülésem helyén. Ugye nem tudtam több versenyen sem elindulni a sérülésem miatt. Júniusban volt 2 darab verseny, ahol el tudtam indulni, ami nemzetközi volt. Azok egész jól sikerültek, viszont így az olimpiai szereplésem az így nem volt lehetséges. Igen, az eléggé fájdalmas volt azért ezt így feldolgozni, de ez a sportolói életnek a része. Még egyszer mondom, a legfontosabb az, hogy most már felépültem, és tudok edzeni, és készülök a következő szezonra. Ebben a sportágban is gyakran váltanak klubot a játékosok, nálad fel sem merült? De felmerült, viszont pont így a sérülésem kapcsán nem akartam túl sok mindent változtatni egyszerre. Ugye a francia klubomnál ott már 5 éve játszom. Most egy évre írtam alá, pont emiatt, hogy nézzük meg ezt a szezont, egy stabil környezet, stabil alapokon tudok szépen újra visszajönni így a sérülés után. Aztán meglátjuk, hogy szeretnék-e váltani, ők szeretnének-e megtartani, és hogy tényleg milyen irányt vesz a karrierem, ezt így nyitva hagyom, de most még egy évre ugyanott fogok játszani. A csapatbajnoki meccsek mellett ősszel leszek-e még egyéni versenyek? Az Európa-bajnokság lesz októberben, erre készülünk, most elsősorban ez a cél. Egy picit távolabbra nézünk, meddig tervezel, nem is véglegesen, hanem részben mondjuk a 2028-as Los Angeles olimpiáikban megtapasztaltad, milyen olimpián asztal mellett állni. Így van, a következő olimpiai ciklusban mindenképpen ki szeretném hozni magamból a maximumot, mint ahogy azt eddig is tettem, és szeretnék a Los Angeles-i olimpián részt venni. Én azt gondolom, hogy a karrieremnek a következő években lesz a csúcsa, ezt gondolom. Úgyhogy mindent megteszek ennek érdekében, hogy ez így is legyen, aztán meglátjuk. A szövetség szakmai igazgatójaként gondolom az utánpótlás is hozzátartozik, ha más nem részve. Milyen érzés látni azt, hogy itt Nyírbátorban ennyien érdeklődnek a sportág iránt? Hát felemelő és borzasztóan boldog vagyok. Igazából ennyi gyereket látni, bár hogy őszinte legyek, én azért ezzel képbe voltam az elmúlt időszakban is. Én Sanyi bácsival régóta nagyon jó viszonyt ápolok, és tudom, hogy mennyi munkája, mennyi szervezése van ennek a klubnak a fenntartásába, létrehozásába.
és borzasztóan boldog vagyok, hogy belekerült a 10 kiválasztott egyesület közé, akik utánpótlás nevelésért támogatást fognak kapni az elkövetkezendő időszakban, a Nyírbátori Klub. És még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyi gyereket látok, és nyilván azt is tudom, hogy ez a rengeteg gyerek, aki most itt van, ez jelenállás szerint még nem versenyszerűen sportol, de azt is tudom, hogy a bázis a Nyírbátori Klubnak az nagyon mély, hogyha csak azt mondom, hogy a jelenlegi legjobb férfi játékosunk, Majoros Bence is az itteni munkának a gyümölcse, így az utánpótlásban is, már a mostaniak között is vannak kiváló 11-12 éves játékosok, tehát itt a tetejében az átmenet is adott. Ha már Majoros Bencét említetted, minden sportágban ugye a válogatott adja a csúcsot. Van egy nagyon tehetséges férfi válogatottunk, hogy most csak a férfiakról beszélünk. Milyen a jelenük és milyen a jövőjük? Én azt gondolom, hogy legalábbis nagyon bízom benne, hogy Bence is az elkövetkezendő időszakban még sokat fog tudni előrelépni és fejlődni, és a jelenleginél is komolyabb és jobb nemzetközi eredményeket fog tudni elérni. Az elkövetkezendő időszak azonban fókuszálta, nyilván az utánpótlásról fog szólni, hiszen talán a legnagyobb elmaradásunk nemzetközi szinten ott van. Megpróbáljuk ezt minél hamarabb, megpróbáljuk kettesével szedni a lépcsőt, és minél hamarabb utolérni ilyen tekintetben Európát. Ebben a sportágban ugye hatalmas az ázsiai dominancia. Van esélye arra, hogy valahogy csökkenjen a különbség? Én azt gondolom, hogy mindenképp van, hiszen mindenki azért dolgozik, hogy ezt a dominanciát hogyan és milyen formában lehet megtörni, ez azért nyilván mindenkinek, szakembereknek is, menedzsereknek is komoly gondot okoz, de azt gondolom, hogy mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy az ázsiai hegemónia is megszűnjön. Itt nem csak a gyerekekkel, versenyzőkkel, hanem ha minden igaz, az edzőkkel is találkozol. Lesz egy központi irányelv, amely szerint esetleg egységesen dolgoznak majd az egész országban? Igen, van egy módszertan, amit gyakorlatilag a kiemelt egyesületek meg fognak kapni. És az ottani egyébként remekül dolgozó utánpótlás edzőkkel nyilván egy összefésült program szerint fogunk az elkövetkezendő időszakban dolgozni. Nekem kiemelt feladatom lesz ilyen tekintetben az is, hogy azokat a kiemelt egyesületeket körbejárjam, segítséget adjak bármilyen formába is, és úgy gondolom, hogy szívesen is látnak mindenhol, nem az észt próbálom osztani, hanem segíteni akarok, de azt gondolom, hogy egy azonos módszertan, de egy azonos metodikát mindenképp le kell fektetnünk ahhoz, hogy az elkövetkezendő időszakban gyorsabban tudjunk előrelépni. Itt Nyírbátorban edzőtáborozott már a felnőtt férfi válogatott, edzőtáborozott a korosztályos válogatottak. Jövőben lehet erre esély? Mindenképpen az elmúlt időszakban is volt már tábor, utánpótlás tábor, felkészülési időszakban, Európa-bajnokság előtt volt itt magyar válogatott. Nagyon bízom benne, mert itt az infrastruktúrától kezdve minden adott, az elkövetkezendő időszakban is lesznek edzőtáborok. Utánpótlás is elképzelhető, hogy felnőtt szinten is. Ebben a formában ez az első ilyen rendezvény, amilyen a második turnus áll az asztaloknál. Megkorolom azt, hogy az asztali teniszben, ami azért egy olyan sportág, ami összenőtt Nyírbátor nevével, ennyien vannak itt. Igen, nagyon fontos a város számára már hosszú évek óta, hogy minél több gyerek sportoljon, rendszeresen mozogjon. Nem feltétlenül mindenkiből lesz bajnok, de a célunk az, hogy megszerettessük, megismertessük a különböző városban működő sportegyesületeket, sportágakat, és ez nagyon jó kezdeményezés az asztali tenisz részéről, hogy a gyerekeket az iskolából behozza ide, ki lehet próbálni. Bízom benne, hogy ezt majd más sportegyesületek is fogják követni. Innen az úszókhoz megyünk, ugye Antal Dávid szemében van egy olyan fiatal ember, aki az idén korosztályos EB-n bronzérmet szerzett, és egyre többen ismerik a nevét. Az úszók mellett milyen sportágak vannak, vagy az úszás mellett vannak még Nyírbátorban, amelyekre érdemes odafigyelni? Én azt gondolom, hogy vannak az alapsportágak, ami gyakorlatilag minden településen működik. Ezek a klasszikus sikersportágak, a futball, a futszál, a kézilabda, ezek nálunk is működnek. Talán ami egy kicsit öröm itt egy ilyen 12 000-es kisvárosban, hogy működik egy ilyen asztali tenisz, egy nagyon jó úszóegyesület, de a lovasok és a küzdősportosok is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly hazai, és most már nemzetközi sikereket is érnek el. És ez azért fontos, mert a példakép mindig nagyon jó, főleg, hogyha ezek a példaképek fiatalok,
szerethetőek, mert még inkább mutatják azt, hogy a sport nem csak egészséges, nem csak szellemileg, fizikailag építi a gyerekek folyamatosan, hanem igenis komoly eredményeket is el lehet érni. Ehhez mi annyit tudunk hozzátenni, hogy a megfelelő körülményeket biztosítjuk, minden egyesülettel nagyon jó az együttműködésünk, és értelemszerűen amennyire képesek vagyunk, próbálunk előre lépni, ha kicsiket is, de folyamatosan. Ez lett volna a következő kérdés, hogy az elmúlt években nagyon sok önkormányzat a takarékoskodás egyében a sporttámogatás vágta vissza, abból lett vissza, itt mi a helyzet? Mi igyekszünk ezeket a támogatási rendszereket megőrizni, hiszen a sport, aki ismeri a sportot, az tudja, hogy itt folyamatok vannak. Itt nem egyik évben így, a másik évben úgy kell, hogy működjen egy egyesület. Eredményeket akkor lehet elérni, hogyha ezek biztonságos anyagi háttérrel, folyamatosan magas szakmai színvonallal működnek, és ha tetszik, hanem ehhez forrásokra van szükség. Úgyhogy mi a sportegyesületek támogatását azt ilyen módon tabuként kezeltük, és nem hogy csökkentettük, hanem igyekeztünk minél több forrást biztosítani. Hatodik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán az Extreme Trail Weekendet. A szervezők olyan pályát építettek, amely alaposan megizzasztotta a részvevőket. Mert több mint egy hete elkezdtük az előkészületeket, a fizikai értelembe vett előkészületeket, az akadályi eszközöknek a kiszállítását, és 4 napja folyamatosan építjük reggeltől estig a akadályokat, hogy ilyen gyönyörű fesztivál területet építsünk. Voltak előzetes nevezések, lehet a helyszínen is nevezni, hogy néz ki, mennyien leszek a 2 napon? A 2 nap úgy néz ki, hogy ilyen 7-800 versenyzőnk lesz. Nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal eljönnek, akár helyből, Nyíregyházáról is, vagy az ország bármely részéről a versenyzők. Visszajáró versenyzők vannak, vagy azért vannak újak is hozzá magukkal, akik már ismerik ezt az egészet, társakat, barátokat? Mindig jönnek visszatérő versenyzők, és ők is hoznak magukkal barátaikat, családtagjaikat, vagy nagyon sok olyan van, hogy jönnek a diákok nekünk segíteni önkéntes munkára, és a következő alkalommal azt veszük észre, hogy ők már versenyzőkét regisztráltak be, mert úgy megtetszett nekik a rendezvény. Ez egy olyan verseny, hogy mindenki nyer, hiszen gyakorlatilag saját magát győzi le, ha teljesíti a távot. Rengeteg fél akadályunk van, könnyebb is, nehezebb is, de egy nehezebb akadályt is, hogyha sikeresen abszolvál egy versenyző, akkor borzasztó nagy boldogság érzete van, és ez a további fejlődésére is jobban kihat, és jobban szeretne még teljesíteni a következőkben. Látunk gyerekeket is, nekik mit tudtok kínálni? Gyerekeknek külön akadálypályát építettünk, nekik való testhez álló feladatokkal, kúszós, mászós, egyensúlyozós feladatokkal, plusz még kiegészítő programokkal is készültünk, amit a versenyen kívül is tudnak csinálni. Milyen szombati napra számíthatnak azok, akik neveztek erre a rendezvényre, milyen feladatok várnak rájuk? A szombati nap a terepakadályfutásé a főszerep. A maga terep kell megküzdeni, és közben tereptárgyak vannak még azért a kitéve, plusz akadályok vannak kitéve, azok az akadályok, ami mesterséges akadályok, amit mi építettünk, és ezeket kell leküzdeni. Melyek azok az akadályok, amelyek leginkább megizzasztják a részvevőket? De egy picit mindegyik, de vannak különlegesebb akadályunk, van most a ninja felfutó, a ninja lépés inkább technikai, tehát nem erőfeladat. Vannak olyan erőfeladatok, amik csüngősek, azok egy kicsit igénybe fogják venni a versenyzőket, de ha véletlenül nem tudja, akkor van egy büntetés, 15 burpee, és mehet tovább. Te is régóta üzöd ezt a sportágat. Mennyien vannak Magyarországon, akik, ha lehet azt mondani, professzionális szinten, nem is úgy, hogy ebből élnek meg, hanem rendszeresen csinálják? Azért több ezeren vagyunk, szerintem. Tehát, de aki úgy rendszeresen jár, az szerintem 1500-2000 ember, így az országban. Mi a kihívás ebben, vagy miért szeretitek csinálni? Egy ilyen önfelmérés különben, meg a sport. Tehát ez egy olyan sport, amire edzeni kell, amit már nem lehet úgy, hogy csak föl kell a kályba megcsinálom. És ez egy igazi testmozgás, ez kell a mindennapokhoz, a munkához, a pihenést. Tulajdonképpen nem a kanapén fogjuk, hanem itt pihenjük ki magunkat. Vannak sportágak, amelyet főleg amatőrök üznek, gyakorlatilag egy nagy család az egész társaság, így van ez az extrém sportolókkal is? Igen, itt már kialakult egy nagy család, azt mondom, durván olyan 6-800 fő, aki rendszeresen visszajár hozzánk, és azt mondjuk, hogy igen, ők nem első válozók. 43 perc alatt teljesítetted a 10 kilométert, jó néhány akadálya nehezített volt a táv, milyen volt a pályán? Nagyon jó volt a pálya, imádom ezt a sóstói erdőt, nagyon jó vonalvezetést találtak ki a szervezők. Gyors, lendületes, kanyargós, ahogy az kell. Mióta űzöd ezt a sportot?
körülbelül 5-6 éve kezdtem el, én fociból tértem át egy sérülés után. Nem bántam meg, hogy itt vagyok, azóta heti szinten, napi szinten készülök, akadályedzéssel is és futással is. Milyen társasággal, milyen csapattal készülsz együtt? A Dragon Race csapatában vagyok már immáron 2 éve. Vannak itt a csapattársaim közül többen is, velük szoktunk együtt készülni, illetve a Nyíregyházi Atlétika Centrumba is járok, oda is edzésre, felkészülés szempontjából, illetve otthon a saját súlyos edzésekkel próbálok készülni. Mivel tudná kedvet csinálni azoknak, akik mondjuk kaszérkodnak azzal, hogy elkezdjék ezt a sportot? Mindenképp azt tudnám nekik mondani, hogy ne féljenek, ne ijedjenek meg attól, mert itt akadályokat látnak, mindegyik teljesíthető. Bátorság kell hozzá, önbizalom és egy kis kedve ahhoz, hogy sportoljanak, mert az mindenkinek nagyon fontos. Itt az előbb a helyszín interjúban azt mondtad, hogy ezzel még nincs számodra vége a napnak, neki vágsz az 5 kilométernek is. Milyen kihívást érzel ebben? Mindenképpen szerettem volna egy levezető futást is csinálni, így akkor ezt egybekötöm egy csapatépítővel a munkatársaimmal. Nagyon örülök, hogy itt vannak és eljöttek. Szeretnék velük egy jó hangulatú akadályversenyt így véghez vinni. Szerintem nagyon jó délutánunk lesz még. 2 győzelemmel kezdte a bajnokságot a másodosztály keleti csoportjában a nyíregyházi úszas fiúk kézilabda csapat. Búszás Bozsidár együttese pénteken a szintén hibátlan Egert fogadja. Az mind 90% nyíregyházi játékosok. A tavalyhoz képest 5 ember ment el továbbra tanulni egyetemre, és az U18-ba jött 4 új fiatal játékos. Ez azt jelenti, hogy a korosztálynál általában fiatalabbak a játékosok? Igen, mert úgy alakultak a korosztályok, úgyhogy próbálunk mi is alkalmazkodni, úgyhogy tehát mindig az U18-ba a legjobbak jönnek a U20-ba, nyilván nem az új korosztályunk, de úgy látunk jólnak, hogy idősebbek versenyeznek. Milyen felkészülés után, milyen célokkal vágtatok neki a bajnokságnak? Hál' Istennek jó sikerült a felkészülés. Itt készültünk Nyíregyházzal napi 2 edzéssel, Balmazújvároson vettünk részt egy tornára, ami második helyen zártunk el. Sikeres volt az egész felkészülés, úgyhogy mint tavaly, tehát hogy amióta dolgozok ezzel a korosztállyal, minden évet tudtunk szerezni az érmet, és ebben az évben is más nem lehet más a cél, mint érmetszerzés. 2 magabiztos győzelemmel kezdtétek a bajnokságot, ez volt a papírforma? Igen, mert mindig az elején még nem tudjuk az erőviszonyokat, mert jönnek-mennek a fiatalok, tovább mennek tanulni, de mondhatunk, hogy igen, de most jön egy igazi próba, egy pénteken játszunk az Eger ellen, aki kiesett az első osztályból is, tehát ott lesz a reális, tehát nézzünk meg a reális esélyünk, és akkor tudunk igazából mi is megmérni, hogy mi lesz konkrétan a cél. Ez az a korosztály, 18-19-20 év, amikor említettet és a továbbtanulást, előkészítők vannak, dönteni kell a jövőről, amikor sokan abbadják a sportolást. Mennyire motiváltak a srácok, és milyen az edzés látogatottság? Én elégedett vagyok nyilván, tehát az a kicsi korosztályból kezdődik, hogy megszeretni velük a kézilabdát is, hogy mikor már jönnek az U20 korosztályba, hogy ott neki kell dönteni, hogy nyilván attól függ, hogy ki milyen tanuló is, hogy merre tovább, hogy sajnos tudjunk, hogy Nyíregyházán nem olyan lehetőségek, mint Debrecenben, meg Budapesten is, azért is elég nehéz a dolgunk. Gondolom az a cél, hogy belátható időn belül legyen egy magasabb osztályban szereplő felnőtt férfi csapat Nyíregyházán. Reális esély van erre, mondjuk erre a korosztályra támaszkodva? Természetesen. Tehát mi vagyunk a legmagas korosztály Nyíregyházán az utánpótlásban. Igyekszünk, hogy ezt még jobban vigyünk, hogy megpróbáljunk az első osztályba is feljutni, tehát ha U18-ról vagy U20-ról van szó, úgyhogy igyekszünk, hogy tehát alapot adni, ha lesz olyan dolog, hogy mi legyünk az utánpótlás, honnan lehet vinni a játékosokat a felnőtt csapathoz. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.